Jó estét kívánok, kedves nézők! Megmutatta magát a tavasz, az elmúlt napokban tényleg kaptunk egy kis ízelítőt abból, amire sokan várnak, és hogyha esetleg vissza is tér majd még egy kicsit a fagy vagy a hidegebb idő, biztos vagyok benne, hogy azok, akik az életük nagy részét, ha tehetnék, szabad ég alatt töltenék, már vágják a centit, visszafelé számolnak, vagy éppen már kint vannak a hegyekben, a természetben, a vízparton. És hát Fehérváron is nagyon sokan vannak ilyenek, úgyhogy most, amikor lassan beköszönt tényleg a szabadtéri szezon, sokan veszik le és porolják le a bicikliket, vagy éppen a csónakokat, hajókat. Mind a kétféle szabadidős tevékenységről beszélgettünk ma Szipola Antallal, a Vitás Sportklub vezetőjével, akit sok szeretettel köszöntök. Jó estét kívánok, és aki hát ma is úgy volt, hogy síelni megy, de ezt most már az időjárás lassan nem teszi lehetővé, legalábbis itt magyarországi körülmények között. De hát gondolom, hogy ti is úgy vagytok vele, hogy a kerékpársportban, illetve a vízi sportban is érintettként most már visszaszámoltok, hogy mikor kezdődik a főszezon. Igen, hát én úgy hívom magunkat, hogy a természetben űzhető sportoknak az áruháza, illetve a sportegyesülete. Hát valóban egy rendes bringás ilyenkor már régen fölkészítette a kerékpárját, váltóállítás, fékállítás, megolajozta a láncot. A sízők meg majd most elhozzák egy utolsó vakszolásra, hogy úgy tegyék el a léceket, hogy ne rozsdásodjon meg a kantni, és a következő évet ne úgy kelljen, hogy bosszankodik, hogy ja Istenem, mi történt már megint a szettemmel. Tehát a fő szerelem, amiért hát most is itt vagyok, az a kajakkenu, és azon belül is a csónakázó tónál most már harmadik szezont kezdjük, tehát a csónakázó tónál folytatott kajakkenu oktatás, és várjuk már nagyon a vízre szállást. Ha valaki sétálgatott a tó mellett itt az elmúlt hónapokban, látható, hogy nem volt igazi tél, hiszen itt azért az elmúlt években bőven volt rá példa, hogy korcsolyázni lehetett a tavon, olyan vastagra is biztosra fagyott be. Most egy kicsit néha tényleg megezesedett, meg jegesedett a felszín, de nem lehetett rámenni, most pedig hát tényleg már a tavaszt idéző a hullámzás, ami nyilván nagyon vidám a szívnek. A kérdés az, hogy ti mikor tervezitek a szezonkezdés valójában, mikor jelennek meg az első hajók, majd csónakok a csónakázó tavon? Hát városgondnok úrral úgy egyeztünk meg, hogy március valamikor jönnek vissza a konténerek a tópartra, hiszen azok télen a kori ligetet szolgálják a Zicsi ligetbe. Onnan kölcsönzik a korcsolyákat. Tehát amikor visszakerül a konténer, akkor lesz teljes a vízi telep, teljesebb, mint tavaly, hiszen a 2018-as év végére megjöttek a Kajakkenu Szövetség által a városnak adományozott, a kajakkenu céljaira a városnak adományozott két hajótároló konténer, illetve egy olyan vizes blokk, amiben egy olyan 200-300 liter meleg vizet tudunk produkálni, hogyha valamelyik gyerek esetleg beleborul, akkor legalább egy melegvizes fürdőt tudjon utána venni. Tehát nagyon komoly az előrelépés az eddigiekhez képest. És amiben még fejlődni tudunk, szintén a városgondnokság segítségével, a koronás játszóparkból lekerekítenek nekünk egy akkora területet, ahova nyugodtan le tudjuk tenni a hajóinkat, hiszen az elmúlt években probléma volt az, hogy ezeket az üvegszállal erősített könnyű poliészter hajótesteket, hát a játszópark részének tekintették a gyerekek, bizony abba ugráltak, és hát elég sokat összetörtek, amit hát egy gyereknek meg lehet bocsátani, de hát azok mégiscsak versenyhajók, és rosszul estek, úgyhogy az idén ez a probléma is megoldódik. Nem győzöm eleget köszönni a támogatást a városnak, illetve a városgondnok úrnak. Ugye ez azt jelenti, hogy lassan tényleg egy ilyen kis vízisport bázis jön létre a csónakázó tó partján, hiszen mindjárt beszélünk róla, hogy már kajakozni, kenuzni tudnak olyan gyerekek is, akik akár versenyszerűen akarnak foglalkozni ezzel a sporttal. Ugyanakkor hát van egy népszórakoztató része is ennek a bázisnak, mert azért, ahogy jön a szép idő, a csónakokat, a csak nézelődésre használt vízi eszközöket is egyre többen bérlik. Mennyire vagytok elégedettek azzal a forgalommal, amit az elmúlt két évben, ugye május 1-én lesz két éve, hogy,
hogy nyitott ez a bázis, sikerült elérni. Én mindig azt hangoztatom, hogy ennek az egész ötletnek a leglényegesebb eleme az, hogy az általános és középiskolás gyerekek a testnevelési órák alatt jöhetnek kajakozni, kenuzni egy ilyen díjmentes oktatásra. Mindenkit szeretnénk megtanítani a kenuk kormányzására, a kajaklapátok forgatására, és egy minimális vízbiztonságot adni, hogyha elmennek akár a Tiszatóra vagy a sziget közbe túrázni, akkor ne ott kelljen azzal foglalkozni, hogy az alapokat megtanulják. Ez az ötlet, ez szerintem nagyon jól működik. Itt azon lehetne még egy kicsikét fejleszteni, hogy ne minden iskola egyszerre akar jól jönni, mert bizony van olyan, hogy egyszerre megjelenik 200 gyerek, és akkor gondba vagyunk. A számunkra rendelkezésre álló idő, tehát 10 órától lehet jönni, az többnyire üres, hanem egy kicsit később érnek rá a gyerekek. Hát ezt talán az iskola igazgatók, vagy nem tudom, kik állítják össze az órarendet, nekik kéne többet jönni kajakozni, és még jobban megszeretni ezt a remek sportot, és akkor hát talán ők is ebben jobban tudnának segíteni. De ez a réteg, tehát akik a kajakkal, kenuval ismerkednek, illetve mondjuk a családok, akik kijönnek tényleg csak egy-egy csónakázni a tavon, mennyire férnek meg, hogy sikerült ezt a kétfajta vízi tevékenységet összehangolni egymás mellett? Kifejezetten jónak mondható, mert az iskolások többnyire délelőtt jönnek, hiszen 2-ig díjmentes ez a szolgáltatás. A csónakázó nagy közönség, tehát jellemzően a felnőttek, azok inkább délután jönnek. Az edzések pedig hétfőn, szerdán és pénteken vannak változatlanul, tehát ezt az alkalmat is megragadom, hogy hívjam a fehérvári kajakozni, kenuzni szándékozó gyerekeket. 4 órától vannak az edzések, hiszen akkor már vége van a sulinak, és még talán a lefekvésbe és egyéb ilyen családi programba nem nyúlik bele ez az elfoglaltság. És amit még én szeretnék kiemelni, hogy mi az egész klub életet úgy építettük föl, hogy a gyerekeknek a szülei is jöjjenek, tehát ne az, hogy most gyereket fölakasszák, és akkor elhúznak bevásárolni, hanem ők is egy stabilabb hajóba beüljenek, és megszeressék ezt az életet, hiszen akkor jobban fogják majd küldeni, hogyha ők is szeretik, mint hogyha ez esetleg valami félelemmel tölti el őket, hogy ja Istenem, a gyerek beleborul, megfullad, nehogy Isten valami probléma legyen. Ennek az egésznek az indítása, vagy újraindítása ott kezdődött, hogy a tavat kikotorták, illetve alkalmassá tették mindenre, tehát magyarán egy jófajta vízminőség az kell. Láttunk azóta a Triatlon Európa kupát is, úgyhogy nem panaszkodhatunk, hál' Istennek, mennyire vagytok elégedettek magával a tóval. Hát szenzációs a vízminőség, hát természetesen a mi gyerekeink is, amikor csak tehetik, beleborulnak. hogy ők is, akkor ebből még nem adódott probléma. Nem adódott probléma, és hát nagyon jó az együttműködés a triatlon csapattal. Ugye hát bennünket kértek fel, hogy biztosítsuk a pályát, a bójákat, helyezzük ki, és hát amikor a tavalyi versenyen is 70 gyerek közeledett felém, ugye az egyik bóját én biztosítottam, 70 gyerek közeledett felém, hát ez egészen különleges élmény volt, szinte forrt a víz, hát el tudod, te is ugye részt szoktál venni ilyen versenyeken, hogy milyen hangulata van ennek. Kívülről, belülről ez igazán szenzációs. Hát a fehérváriak meg különösen jó helyzetben vannak, hiszen a tó közepén ott van a sziget, ahonnan ezeket a versenyeket is, de a kajakkenu versenyeket is nagyon jól lehet látni. Az idén is lesz ebből bőven. Igen, hát arról beszéltünk már ugye Fidel Lászlóval is, aki a kajakosokat edzi, világbajnokunk, olimpiai ezüstérmesünk, hogy nagyon komolyan gondolja ő is, és ti is személy szerint, hogy itt akár a jövő versenyzőit is lehet képezni. Most ez ügyben, illetve ennek kapcsán hol tartotok, mennyire vagytok a jelenlegi helyzettel elégedettek, hányan kezdtek el
kajakozni, kenuzni, és mi várható tőlük a jövőben? Természetesen Laci nagyon maximalista, hiszen saját magához méri a tanítványait az is. Az nem lesz könnyű. És éppen ezért tavaly nagyon óvatosan csak 4 gyereket vitt el a versenyekre, illetve hát vittünk el a versenyekre. És hát nem kis meglepetésünkre ezek a gyerekek a diákolimpián nyertek, vidéki bajnokságon, országos bajnokságon jó helyet értek el az ilyen 8, 9, 10, 11 éves korosztályba. Tehát valóban a csapatunknak a legjava, lehet azt mondani, hogy az országban is a legjobbak között van. Persze kellő szerénységgel, mert hát nyilván nem tudjuk magunkat olyan egyesületekhez hasonlítani, akik hát lényegesen nagyobb merítéssel dolgoznak. De az idén elhatároztuk, hogy sokkal több gyerekkel megyünk, hiszen a Kajakkenu Szövetségnek az elvárásai is azok, a támogatást, a kvótarendszert így mérik, hogy ki az, aki nagy számban tud versenyzőket rajthoz állítani. Úgyhogy szeretnénk ismételten erősíteni a kenu szakágat, mert tavaly is volt egy fiatal edző, aki hát jelentkezett, de hát sajnos magánvállalkozó lett, lelke rajta egy nagy szekrény, aki ragyogó kenus volt, és hát a Maszek világot választotta. Biztos, hogy jobban lehet abba keresni, de hát ez az élet, azt hiszem, nem összehasonlítható semmivel, de nem adjuk fel. Tehát az idén jön egy újabb kenusrác, aki még aktív versenyző, de most végzi a kajakkenu edzői tanfolyamot, és hát lehet mondani, hogy a kezdő gyerekeknek, ugye a kezdő edzőknek is ez egy ideális terep, hiszen itt a Vitás Sportklubban vagy a Fehérvári Tavon óriási elvárások még nincsenek, ugyanakkor minőségi munkát akár kevés gyerekkel is, de lehet végezni. Lehet, hogy kimondva nincsenek minőségi elvárások, de azért a Fidel Laci árnyékában nehéz egy kenu szakosztályt elindítani. Természetesen Laci, ahol tud segítő, maga is egyébként, amikor kölyök volt, akkor kenusként kezdte, és csak utána kezdett el kajakozni, tehát átérzi ezt, maximálisan segíti a fiatal edzőket. És az idén már kenu versenyhajóink is lesznek, tehát ugye eddig jellemzően a mini kajakokat vettük, most Kajakkenu Szövetségtől is várunk segítséget, talán a város vezetése is egy kicsit észreveszi, hogy ugye itt a versenysportban is vannak lehetőségek, hiszen a tó környékének a felszerelése, úgy az indítópontonok, a hajótárolók, a nagy csapathajóknak a megvásárlásával a város eddig is igen komolyan hozzájárult ahhoz, hogy az iskolai testnevelésbe haladni tudjunk. Tervezem megkeresni polgármester urat, hogy egy kicsikét a versenyhajóba is segítsenek be. Többször említetted a szövetséget, ugye volt helyszíni terepszemlén is és Schmidt Gáborral az élen az illetékeseknek egy csapata. Milyen visszajelzéseket kaptatok? Azért a magyar kajak kenusport világviszonylatban olyan szinten van, hogy ennek megfelelni, az nem akármilyen kihívás egy új műhelynek. Igen. Schmidt Gábor úr és dr. Cserpalkovics András leültek egy asztalhoz velünk. Hát mondhatom azt, hogy mi voltunk a házigazdák, hiszen a Csónakázótó partján folyt ez a beszélgetés, és két ilyen nagyon erős szervezet egyből megtalálta magát, és azt a hasonlatot szoktam, hogy két ilyen komoly szervezetnek a bölcsővizén nekünk ugye nem lesz nehéz előre haladni. Valóban ezt is tapasztaljuk, és a Kajakkenu Szövetség is maximálisan segíti ezt a munkát, és elégedettek. Tehát Gáborral is, amikor a versenyeken találkozunk, akkor csak gratulál, hogy ezen a kis vízfelületen ennyi gyereket tudunk edzeni.
Nyilván nem elsősorban a te asztalod, és hogyha a Fidel Lacit lenne, akkor őt kérdezném, bár ez egy, hát mindig egy ilyen bulváros, meg jó hangzó, de nyilván szakmailag azért nehezebben megválaszolható kérdés, hogy mikorra jósolod, vagy mikorra várjátok, vagy remélitek, hogy mondjuk valaki olyat tudunk felmutatni, csúnya szóval a székesfehérvári műhelyből kikerülő kajakosok vagy kenusok közül, aki országosan is leteszi a névjegyét. Itt nyilván arra gondolok, hogy már akár a kicsit nagyobb, de még nem felnőtt korosztályban. Tehát, hogy van-e ilyen terv, hogy mikorra kellene valakinek odaérnie? Hát a kajakkenu sportban akkor van a legnagyobb pofon, amikor a mini kajakból átülsz a K1-esbe. Mi még nem tartunk itt, a mi gyerekeink 8-10-11 évesek, akikkel versenyeztünk, ők is ebben a korosztályba léptek. Nagyon örülök annak, hogy ha név szerint megemlíthetek néhány családot, néhány gyereket, tehát van a Takács család, ugye ott a Peti is és az Emma is versenyez, az Emma még 8 éves volt tavaly, hát 8 éves korában ugye fel kellett nevezni az idősebbek közé, és hát nagyon sokat megvert, ő egy nagyon tehetséges lány, és hát ugye a női kajak az Magyarországon talán a legerősebb. A Prej Lákos és Hajdú Benedek a másik két egy évvel idősebb fiú, akik a Diák Olimpián nyertek, illetve ezeken a vidékbajnokság és a korosztályokban, országos bajnokságon is ilyen 1-3-ba tudtak végezni. Tehát én majd, hogy nem azt mondanám, hogy már úgy megmutattuk itt az alapoknál, hogy lehet itt jó mesterrel, lehet jó eredményeket. Ehhez persze az kell, hogy amikor csak tudunk, akkor kilépjünk a kis tavunkról és hosszabbakat evezzünk. Lacinak az új ötlete, hogy mondjuk itt a hármasidi vízműnél vízre tesz egy kenut, és soponyáig föl leevez a különböző csatornákon, hát a gyerekek ezt nagyon élvezik. A szinte állandó elfoglaltságunk, hogy összepakoljuk a hajóinkat, vontára rakjuk, és lemegyünk Agárdra, a Velencei tavon evezni egyet, hiszen a VVS-ével nagyon jó a kapcsolat, szívesen látnak bennünket, megnézzük az új épülő sukorói evezőspályát, kajakkenupályát, igazi élmény a gyerekeknek, egy kis bizsergést ők is éreznek, amikor ott a szuper létesítmények között edzhetnek. Hát reméljük, hogy akkor ez a munka, ez majd előbb-utóbb tényleg nagyobb korosztályban is érmekben, illetve jó helyezésekben gyümölcsözik. Most beszéljünk egy kicsit másfajta vízi sportról, arról, amit nagyon-nagyon sokan szeretnek és űznek. Gyakorlatilag, ha az elején a síeléssel kezdtük, annak egyenértékű nyári változata, ez pedig ugye a vízi túrázás, amit hát nyilván nem a csónakázó tavon fog egy család végezni. Ugyanakkor múlt héten egy egyelőre elméleti oktatásra egy olyan tanfolyamot kezdtetek, amelynek a célja, hogy vízi túravezetőket képezzetek, tehát valahogy úgy érzem, hogy e felé is nyittok, és próbál az itteni lehetőségeken nagyobbakat is találni a Vitálklub. Ez nem a mi találmányunk, hogy vízitúra vezetői tanfolyamot kell tartani, hiszen Oszlánci Ada, aki régóta szervezi ezeket a vízitúra vezetői tanfolyamokat, és Major Tamás, aki szintén a sziget közben vezet túrákat, és Adával közösen egyszerűen munkaerő problémával küzdöttek, és már évek óta tartanak ilyen előadásokat, tanfolyamokat Budapesten. Én azt gondoltam, hogy mivel nekünk nincs ilyen folyóvízünk, hogy a nagy tömegekkel meg tudjuk ismertetni ezt a ragyogó lehetőséget, a vízitúra vezetőket csábítom ide, helyet kaptak a kis előadótermünkbe, a Vitálklubba. Ott tartottuk az első elméleti oktatást, ebből 3 lesz, tehát havonta egyet tartunk, és májusban itt a csónakázó tavon kezdjük meg a gyakorlati oktatást is.
itt lesz a vízreszállás, kormányzás és egyéb bolyakerülgetés gyakorlat. A másik két elem, amikor már élesbe kell bedobni a vízitúra vezetőket, az továbbra is a sziget közben lesz, hiszen ott vannak olyan kis zúgók, ahol hát kellőképpen izgalmas és érdekes egy ilyen tanfolyamnak az elvégzése is, meg hát maga az élmény, amikor vagy valaki a saját foci csapatát, vagy akármilyen csapatát viszi el ilyen vízitúrára, mert hiszen a túrára jelentkezők között nagyon sokan voltak például a szombathelyi testnevelési egyetemről, de Gödöllőről, Budapestről, Tatabányáról, Bicskéről, Körmendről, nagyon távoli helyekről is jöttek ide megnézni a mi kis tavunkat, és hát reméljük, hogy jó hírét viszik ennek a létesítménynek. Nagyon népszerű dologról van szó, és nyilván az idegenforgalomnak, a turisztikának is egy nagyon vonzó ága, amely ráadásul ugye gazdaságilag is igen komoly erőt jelent. Mekkora volt az érdeklődés? Egyáltalán hányan akarnak ma vízitúra vezetők lenni? Nyilván aki ezt vállalja, az azért teszi, mert van elképzelése róla, hogy hol fogja tudni ezt majd kamatoztatni. Ugye limitált a tanfolyamnak a befogadó képessége, tehát 25 ember indult ezen a tanfolyamon, és hát reméljük mindenki el is fogja végezni, mert hát nekünk is, ugye természetesen mi is a egy-két szülőt beiskoláztunk, Fidel Lacival mi is beültünk az iskolapadba. Volt, amikor Laci átvette az előadást a Váci bútyával. És itt tanította a tanárunkat. Igen, hát azért Vácon Győrbe is versenyzett, ott született, és azért a Nagy-Dunán túrát vezetni, mikor a szárnyas hajó megérkezik, akkor az bizony izgalmas. Hát neki gyerekként volt ebben része, és hát tudott élményszerű hozzászólásokat produkálni. De hát én is idén kezdem az 50. szezonomat a vízen, hát elég sok helyen megfordultam. Úgyhogy egy kicsit tanulunk is, meg adunk is a többieknek, de kevés az, aki úgymond teljesen 0 kilométeres, tehát többnyire ilyen testnevelő tanárok itt-ott már voltak túrázni, csak szeretnének azért ebbe a nagyon felelősségteljes hivatásba elmélyedni, mert a hajózási jelzésektől kezdve az újraélesztési gyakorlatokon keresztül azért ezt soha nem lehet elégszer gyakorolni, és hát mi is ezzel kezdtük, és nagyon jó volt ilyen szerepjátszás szerűen, de mindenki megtapasztalhatta ezeknek a rutinját. Hát akkor tényleg bármelyik fajta vízi sportolást nézzük, megvannak a tervek, és nagyon szép a jövőgép, a perspektíva, remélem, hogy hasonlóan sikeresen folytatódik is majd. És hát most, hogy véget ér a beszélgetés, csak egy mondatot, amivel kezdted, az a fejezők is, mondtad, hogy jó lenne beszélni róla, hogy ugye másik nagy profilotok a kerékpár, és mivel most jön tényleg a szép idő, és előkerülnek a biciklik, hogy azért illik szépen karban tartani, meg felkészíteni a következő hónapokra. Úgyhogy ha nagyon röviden kellene összefoglalni, mi az, amit most csinálnunk kell, vagy csinálnia kell annak, aki nyerekbe akar pattanni. Elsősorban szeressük a sporteszközünket, tehát az teljesen mindegy, hogy síléc, kerékpár vagy kajak, tehát folyamatos foglalkozást igényel, és nem elhanyagolni, hogy akkor szervizbe vinni, amikor már széthullott, hanem amikor a legkisebb kis lazulás, szokatlan hang jön a középrész felől, vagy a lánc egy kicsit csikorog, akkor hozzátok el szervizbe, hozzák el a nézők a kerékpárjukat, és a folyamatos karbantartás, mint minden sporteszköznél, ez fontos. Köszönöm szépen, hát Bauer Tibor kollégám, aki ezt a felvételt is vezeti már az idén néhány száz kilométeren, szerintem túl van ő az, aki akkor is biciklizik, amikor egyébként nem lehet, de ez most nem neki szólt, mert neki nyilván nem kell ezt mondani, hanem azoknak, akikre még ezután várnak ilyen kalandok. Én Szipola Antalnak köszönöm szépen, hogy itt volt. És köszönöm. Hát nagyon sikeres szezont kívánok minden téren. Köszönöm. A kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, lesz ma még sport itt a Fehérvár Televízióban, nem sokára Vidi Meccs, további szép estét kívánok mindenkinek.